Sziasztok, Lasszék, és a Mozaik Online-t nézzétek, itt vagyunk a Viva Televízió legújabb sajtótájékoztatóján, és itt áll mellettem Fluor Tomi. Tomi, miért is vagyunk itt, ha jól tudom, vidékre mentetek? Így van, lenéztünk egy tanyára, ahol mindenféle dolgot megtanultunk, amit eddig nem. November 9-től indul a Viván, lehet követni hétről hétre majd a kis kalandjainkat. Nagyon jó sztorik voltak, nagyon megvadultunk, szóval... Hát nem biztos, hogy könnyű lesz mindenért felelősséget vállalni, de meg fogjuk tenni. Ugye, ha már nagy vadulásról beszélsz, előbb itt a sajtótájékoztatón azt mondtad így az újságíróknak, vagyis hát Esztinek, akkor a kolbászt oda tetted, hogy Eszti, most sem kaptad be a kolbászom, nem vagy elég rámenős? Hát nem tudom, Eszti... Nem arra értettem, hogy most se kapta be, de egyébként hát nem tette meg, hanem inkább arra, hogy a csapatér, tehát hogy ugye Odett vegetáriánus, és ő nem eszik kolbász, de hát a csapatér meg kell tenni bizonyos dolgokat, amit én egy kicsit hiányoltam néha a lányoktól, de hát nyilván nekik nehezebb, hiszen lányok, tehát bele kellett rázódni kicsit a dologba. Mi vadabbak voltunk, mondjuk Ekünél senki nem volt vadabb, mert ő mindent megkóstolt, megfogott, szájába vett, és hihetetlen dolgokat művelt, amik miatt még a mai napig rosszat álmodok, és nem tudok napig rendre térni fölött. Na és akkor így végzetű zenészként milyen volt ez a kétkezű munka, mi volt a legnehezebb? Hát fiatalom nem állt távol annyira ez. Jó, az, hogy ilyen óriási nagy állatokat befogni, meg mit tudom én, az azért igen. Voltak nehéz pillanatok, tehát maga az, hogy tapintasz egy élő lényt, ami hát mondjuk... Vagy egy halottat, ahogy látod. Igen, ami mondjuk nem feltétlenül egy aranyos kiskutya, vagy egy kismacska, vagy egy nyuszi, hanem annál mondjuk egy jóval vadabb, és csőre is van, és kergetni is tud. Végére azt mondom, hogy egészen beleszoktam, azóta reggelizek, reggelente életem először vettem hagymát, mert ott megszoktam, hogy pucolom. Úgyhogy azt gondolom, hogy több lettem a stáb által. Tomi, köszönjük szépen, hát várjuk a műsort, sziasztok! Yeah.